Bódog teszi tovább. Megyes, rossz labda átvétel. Racskó azonnal tovább, ügyesen Szarvas. És az első lehetőség kimarad. Kulcsár volt az, aki elgurította a kapu mellett. Bizony Horváth, a pécsiek új kapusa, picit mellé is nyúlt. 28. perc, Kónya szögletét figyelhetjük 0-0-nál, gyenge, eseménytelen játék közben. Ismételhet Kónya. Balogh kapás lövése, és Bódog nem ér hozzá. Pécsi szabadrugás a második félidő második percében 0-0-nál, másik mögül fejelik el. Ez nagyon szép gól, 1-es. A második félidő második percében, a szabadrugás után Meggyeshez kerül a labda, nem sokat teketóriázik. A kapus is kinnál, de rettentően kicsipkézi a jobb felső sarkot. 1-0 arányban vezet a PMSC. És talán ettől jobb lesz a mérkőzés. Békés-Savai szabadrúgás következik, 11-12. Perc, Mracskó labdával, 28-30 méterre a kaputon, ez most már közelebb van. Nincs les, azt mutatja a partjelző Szarvas, és Horváth remekül jön ki. 12. perc, egyenlítési lehetőség a Békés-Csaba előtt, Szarvas rontja el, vagy Horváth jön ki jól, kinek-kinek nézőpontja szerint. 17. perc, Kulcsár a labdával, Bódog van mögötte, jól indítja Kasikot Kulcsár. Egy jó beadás, Kocsis, bizony most szerencséje volt a pécsieknek, Kocsis veszélyesen fejelte hazafelé a labdát, kapura fejelte gyakorlatilag. Bokó a túloldalon, 20. perc a második félidőben, Magyar alaposan meglepődött, hogy végül az övé lett. Ott a túloldalon, 2-0. Itt ezen az oldalon megkapja Magyar, átlöbböli, Bali egy kicsit, elnézi Ulvecki, berobban, 2-0 a 20. percben a második félidőben. Mracskó kap jó labdát, Kocsissal fut verseny, Mracskó a 16-os oldalvonalán, többiek egy kicsit későn jönnek. A beadás is jó, Kulcsár elől Bódog fejeli el, Vancsa egyet igazít, és alig lövi mellé, szép jelenet. 38. perc a második félidőben, Kocsis kapja kinn a bal oldalon a labdát, Dárdai kapásból, és Bai megfogja.